Mik ezek a jegyek? Gyere ide, fiam! Itt vagyok. Megnéztem a naplódat. Szeretnél nekem valamit mondani? Nem, mindent elmondtam. Hát én nem hiszem. Te nem egyessel. Milyen egyessel? Tudom, amit az iskolában kaptál, milyen egyessel? Hát de nem értem, amit a tanár mond órán. Hát figyelj oda jobban! Hát én figyelek, de nem értem meg, amit magyarálsz. Nem hiszem. Akkor azt kellene felírni, hogy az igenevek az átmeneti szófai kategóriákba sorolhatóak. Ez azt jelenti, hogy alapvetően több szófaj tulajdonságait is magán hordozza az igenév, de egyértelműen külön-külön nem lehet besorolni egy konkrét szófajba. Mindent megteszek. Na jól van, beszéljek a tanárral! Igen, papa, légy szíves. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azt látom az interneten, hogy a gyerekemnek nagyon sok egyese van. Előfordulhat. A Gáborka nekem azt mondta, hogy a tanárnő nem magyarázza jól a feladatot. A Gáborka nem figyel. Játszik a telefonjával. Szerintem a tanítási módszereken kéne változtatni. Igen, kettőt. 10 percig itt állunk.
jön egy tanár és beelőz. Nem. Cső volt házi? Angolból? Ja, a Longmanben volt a 142. oldalon a 4-es mondjam. Longmanben? Ja. A, B, D, C, B, B, D, A, C, B, A. Ennyi? Ja. Guys, do you have homework? Yes. I would like to see it. So do we. So do we. Can I check? It's pretty fresh, isn't it? Didn't you have time to do your homework? No, I didn't. Főztem székely káposztát, jól lesz ebédre? Jó, köszönöm szépen. Hát de nem erről akarok beszélni. Hívott a drága osztályfőnöketek. Igen. Állítólag elvette a telefonodat. Az én telefonomat? A tiédet, mert játszottál órán. Hát én csak az időt néztem. Na persze, ezt azért vette el, mi? Hát jó, egy kicsit játszottam is. Ó, bezzeg, mi soha nem játszottunk. Szalai bácsikáddal mi minden órán figyeltünk. Hát hogy figyeltem, én figyeltem, de hát... És most hogy fogod visszakapni a telefonodat? Hát neked kéne bemenni érte az igazgatóhoz. De akkor egy hétig nincsen számítógép. Jaj, fiam, megnéztem a naplódat. Hát mi ez a sok késés is? Hát, tudod, Pater, az úgy volt, hogy állok a büfénél már egy 10 perce, pont én következtem, meg is kérdezte a nő, hogy mit kérek, mondtam, hogy egy hamburger lesz, ki is fizettem, és akkor hirtelen a semmiből a leghátulról jön egy tanár, soron kívül mondja, hogy mit kér. A nő célből vele kezdett el foglalkozni, meg ott álltam, állok és várok. Megkapja a tanár, amit kért, eltelt 5 perc, megkaptam én is a kajámat, és mivel visszaértem a terembe, már 10 perc késés volt, hát nem tudtam ennek mit csinálni. De fiam, hát megmondtam, tanulni kell. Mi ha tanulsz, csak akkor tudod eltartani a családodat, és tudod fiam, a család a legfontosabb. Tudom, Pater, ne haragudj, nem fordul elő többet. Semmi van, fiam. De meg kell védened a családot. Tehát akkor az igenevek harmadik fajtája a határozott igenév, amelynek a képzője a va-ve-ván-véd. Hol voltál, Zsolti, már megint? Folyamatosan késel. Esett az eső. Esett az eső. Ezért késtél, mert esett az eső. Igen. Én sem voltam külön. Nobody's perfect, no.
Várjál, mi az az? Gyere, fiam!